Hát akkor szép jó napot, napokat, srácok! Nektek megérkeztünk a negyedik epizódjához az SDKFZ 250/3-nak. A mai napon befejezzük ezt a járművet, és legközelebb már újat láthattok. Na, következő, ugye itt tartunk jelen pillanat a 60-as ábránál. Ugye elkezdtük az egyik epizód végén, amíg az első epizód végén, vagy a másodiknak, a második epizód végén a lánctalpakat összetettem nektek. Ugye itt van, amit mondtam, hogy ugye csinált majd két darab 7-eset, és 4 darab 10-eset, mert ugye 27 kell, és ugye 54 kell összesen. Na most ugye úgy csináljuk az egészet, hogy ugye 27-esből marha egyszerű, fogja az ember, fogja össze, lesz így ennyit, és innentől kezdve azt kell mondjam, hogy totálisan egyformának kell lenni a két lánctalpnak. Meg kell felelni a leírt számnak, mert ugye az ott 40 volt, 4x10, meg 2x7, ugye 14 volt, az 54, 40, meg 14, az 54. És ha leteszitek a kettő lánctalpat, akkor lehet látni, hogy a kettő teljesen egyformára lett megcsinálva. Jó. Azt mondja, hogy föl kell tegyük a lánctalpat a helyére, ide befűzzük innen így ide, és ezt a valamit össze kell pattintsuk. Eléggé feszes, ahogy én érzem ezt, az akkor nincs a helyén az egész, igen, most van a helyén, és mutatom a lámpa alá, hogy össze tudjam pattintani a lánctalpot, de lehet, hogyha így teszem fel, akkor jobban látható számomra az egész mindenség. Nem egyszerű összerakni. Eléggé komoly ellenállást tanúsít. Eléggé feszes lesz a lánctalp, én úgy látom, hogy ez egy feszes lánctalp lesz így, de ha így, jó, meg vagyunk. Jó. Hát teljesen nem sikerült a tervezőknek, tehát igazából ez a belsőt egy kicsit érinti, de nem az igazi. De tekintsünk most ettől el. És akkor a másiknál meg szint úgy így teszem fel a lánctalpot, és akkor teljesen jók leszünk. Egy kis időzéssel megy azért, de olyan sok nem megy el, mintha még össze is kéne tennem a lánclapot a szemetek láttára. De még fel is kéne illeszteni. Na, hát ezt szembefordítom magammal ismét, és akkor ez úgy sokkal egyszerűbb lesz. Rávilágítok jobban a dologra egy kicsit. És akkor így hát ha. De mi van, Guszti? Nem akarod a dolgot úgy, ahogy én akarom? Jó, megvan. Föl sikerült tenni, és akkor ugye működik a lánctalp tökéletesen. Na! Meg is volnánk. És akkor folytassuk tovább az építkezést. Következő fog nekünk kelleni. Fog nekünk kelleni egy ilyen fajta, sötét szürkéből. Ilyen fajta. Kell egy 1x3-as sötét szürke, és kell egy sima 1-es. 1x1-es sötét szürke. Ezt a következőképpen kell összeépíteni, megfogjuk a 3-as sötét szürkét, utána föltesszük rá ezt a érdekes elemet, ezt a furt bütyköset. Igazából azt mondom nektek, hogy én ezt itt lehet megcsinálom, jó? És akkor meg fogom mutatni a kész produktumot, fogjátok látni.
Tehát így építettem össze, ugye a lóval a sima, 3x1-es, ez a furt bütykös fölöttem van, és az 1-es meg rajta van. Jó, utána fog kelleni nekünk, meg kell keresni, jó, Jürgen felborult, Jürgen, ne így áll. Azt mondja, hogy most kell megint olyan, amit mondtam, hogy ugye egy lámpa, csak nincsen alja neki, ez a kétharmados, ami ebből kell kettő. És kell nekünk ilyen fajtából, azt mondja, hogy egy. Ez úgy, mondhatom nektek, ezen furbütyök van. Így, és akkor ez így néz ki. Jó, oké. Na most, a következőt kell csinálnunk. Ezt a lámpaszerűséget, ezt ugye oldalra így ki, úgy kell, hogy oldalra felálljon neki a kis kifurbütyke. A másiknak meg a másik oldalra, igen. És utána föl kell tennünk ezt az elalakút rá úgy, hogy fölfelé így legyen, és hátrafele pedig így legyen neki. Az a két furbütyök, az hátrafele úgy legyen. Jó, amikor ezzel megvolnánk, még mindig szembeáll velünk, meg kell keresnünk azt a panelt, ami a rádióegység van, mégpedig ezt a panelt kell megkeresnünk, és úgy kell ráélesztenünk, hogy ez a kis piros mérőóra, ez lent legyen. Ugye persze, mert így mutatkozik rendesen a dolog, egy kicsit ez ilyen, ugye ez így följebbre kerül, jó. Utána fog kelleni nekünk egy olyan fajta panel, ami ugye 2x3-as, de sík felett és sötét szürke, és kell nekünk két olyan kicsi valami, amivel takarni tudjuk a hátát neki. Mindjárt megmutatom, melyikre gondolok. Egyet kiveszek belőle, egyet meg még kiveszek, és akkor utána meg fogom tudni mutatni, hogy mi az, amire gondoltam. Ilyen fajta elem ez a... Ilyen fajta kell nekünk, ez a sima lapos valami. Jó, megfogjuk ezt a cuccost, és először a két szélére föltesszük ezt a két sima valamit, így egyszer, azt a lukas valami jött, amit mutattam nektek, és utána az egészet így rá kell illeszteni a hátuljára. És kész a rádiókészülékünk ezáltal. Amikor ez a rádiókészülék kész van, akkor keresnünk kell egy olyan benzines kannát, ami sötét szürke. Itt van, meg is van a benzines kanna. A sötét benzines kannát kell megkeresnünk, és kell keresnünk egy sötét 1x3-as valamit, amit megmutatok nektek, itt lehet látni, hogy 1x1-ben ilyet kell tenni. Jó. A tetejére fel kell tenni ezt a szürkét, fölpattintjuk, és a benzines kannát pedig ide, erre a kiálló oldal valamire rá kell pattintsuk. Így, a közepére. Na, rámegy ez, vagy? Mert ennek egy erősebben kéne, ez nem nagyon fogja így. Neki kéne állni. Aha, így. Hát ez itt nem, annyira nem fogja, tehát... Igen. Annak annyira ki kéne ott állnia, hogy fogja azt a kannát. Van ilyenből másik fajta is? Ez... Nem. Jó, úgy kell rá föltennünk, hogy valószínű, ahogy én most ezt a szinttel nézem, igen, a sarkába kell neki tenni, ennek a sarkába is ugye így, és akkor így nem, így egy kicsit hátra fog állni az egész. Jó. Amikor ezzel megvolnánk, akkor oké, és ezzel megvolnánk. Először utána ezt féltesszük. Te előveszünk két darab 2x3-as laposat,
és utána elő kell nekünk vennünk azt a fajta elemet, amit idáig nem használtunk, a D-elemet. Ugye a D-elem, azt tudjuk, hogy a D-elem az olyan, ami ugye itt belül egy kicsit lukasabb a többitől. Ebből kell nekünk egészen pontosan kettő, meg is van, kell két darab egyszer kettes barna, ilyen fajta, jó, igen, kell nekünk egy darab ilyen döntött háromszög, ilyen fajta, és kell nekünk ez, amit én zsalukőnek szoktam hívni, abból kell kettő darab, egy és ebből most világos barna kell, ez ami így néz ki. Jó. Na, egymásra illesztjük a két kétszer hármast, így. Oké, és utána fogjuk, és a két D elemet azt ide rátesztjük a tetejére. Amikor ez megvan, nem is kell, csak egy darab kell az izéből, kétszer egyesből, bocsánat, egy darab. Egy darab kétszer egyes beleillesztjük így ide középre. Két oldalra a zsalukövet föltesszük, mégpedig a távolabbi helyére. Ide, nem zsalukő, ez csak én úgy hívom, mert olyan, de zsalukő. És akkor középre pedig ezt a háromszöget, ezt föltesszük úgy, hogy ez így nézzen ki. És amikor ez készen van, akkor megfogjuk, és ezt az egész bigyót, ugye itt a kanna, ez így kiáll, és ezt pedig így rá kell nekünk tenni, azt mondja, hogy a másik oldalára, mégpedig úgy, hogy szerintem ezt ide kéne, hogy tegyük. Így. Így. Igen, és amikor ezzel megvagyunk, akkor az egész mindenséget be lehet tenni. Hova teszi be az egész mindenséget? Uh-huh. Ezt oda rakja bele. Uh-huh. Jó. Megfordítatja velünk az autót. Megfordítatja. És szembe van velünk a cuccos. Igen. De most akkor ezt nem értem. Hát nem így van, gyerekek. Hanem pontosan, hogy így van, mert ez így lesz velünk szembe. Hogy van ez? Na! Fussunk neki! Nem is olyan egyszerű kobit építeni? Című műsor. Igen, ez megvan, így megvan, összeépítettük, összeraktuk, rápattintjuk, és valamelyikre rá kell pattintani, mégpedig úgy, igen, szerintem ide kell rápattintani, nem tudom, még kell, kell megfordítani az egészet, de szerintem ez egy hülyeség. Aha. Így. Nem, nem jó. Ezt úgy kell rápattintani, hogy ez itt legyen, a szélén. Aha, értem, jó, okés. Hát úgy kell rátenni a hátuljára, hogy ez így legyen. Ezzel egy vonalban legyen ez a valami. Nagyon jó. Igen, ezt a legszélre kellett tenni. Jó, tökéletes. Kicsit túl komplikálta a Kobi, de mindegy. Ezt a dolgot szerintem, de mindegy. Jó. Jön nekünk a következő dolog. Elő kell venni egy kormánykereket. Elő kell vennünk egy olyan fajtát, amiben van egy ilyen furt valami. És elő kell venni egy olyan cuccost, amire rápattintom a kormánykereket, ami egészen pontosan így néz ki. Így.
Így jó. Sötét szürke. Rápattintjuk a kormánykereket. Igen. A kormánykereket, azt, amikor így áll az autó, azt ide kell nektek tenni. Ide így. Erre a kettő valamire. Így né. Igen. És ezt a cuccost pedig nekünk ide föl kell pattintani a hátára. Kicsit megfogom és igyekszem úgy föl pattintani a hátára, hogy jó legyen. Uh-huh. Na. Uh-huh. Uh-huh. Jó, meg vagyunk. Tehát ezt a valamit felpattintottuk a hátára. Ezt a lukacsost, ide erre az oldalra, ahol a lámpa van. Jó. Következőként jön nekünk egy olyan, hogy kell nekünk egy ilyen elem. Sötét szürke. És kell nekünk az ajtó. Az ajtó. Wow! Ugye felveszem. Na, annyira mutatni szerettem volna nektek, hogy leesett. Tehát az ajtó elem, ami így néz ki, és oldalról megy így. Jó? Oké. Na. Utána ezt a sötét szürkét, úgyhogy hátrafele legyen a háromszöge, azt ide fogjátok tenni így. Így egészen pontosan rá kell pattintani. Az ajtót pedig a másik oldalra kell felpattintanunk, úgyhogy a kilincs az befelé legyen. Ugye ez egy egyajtós szerelvény volt, és ezt szépen föl kell pattintani a hátsójára, és akkor ilyen lesz a popsija. Kurva jó. Na. Oké, és na, kell nekünk utána, azt mondja, hogy mindjárt elő is veszem a dolgokat. Sima elem kell ilyen fajta, egy, meg kell még egy, az ellenkezője. És kell nekünk, azt mondja, hogy két darab ilyen elem. Ilyen, jó? Ezt úgy kell rápattintani, hogy ide legyen, teljesen a sarkába legyen pattintva, majd mindjárt mutatom nektek, hogy hogy. Tehát így kell kinéznie, ide teljesen a... Így lógjon le róla ennyire, így. És akkor belülről meg így néz ki, így kell föltenni le. Oké, utána fog kelleni nekünk ugyanebből a... Amiből egy egyes pattintójú. Jó. Egy. Jó. Kell utána kettő darab ilyen. Azt pedig úgy kell föltenni, hogy az itt legyen. Így. Így mögötte. Így látjátok? Így. A másikat meg ugyanígy. Jó? Oké, kész vagyunk. Utána kell nekünk két ilyen elem. Ez világos barna. Jó? Vagy egy 1 és 2. És kell nekünk két olyan fajta elem, ami így néz ki. Így. 1. Na, hol a másik? Megvan. Itt van. Jó. Utána ezt a... Bocsánat. Ezt a kis valamit, ezt az elalakút, úgy pattintjátok rá, hogy ugye összefogja a kettőt, tehát így legyen rajta a dolgon. Tehát egyik mindenképpen, egyik gumója mindenképpen az egyesbe menjen bele, a másik a kettesbe. Jó? Tehát így fog kinézni, így. Így, jó? És utána bele kell pattintani ezt a kis valamit úgy, hogy ezt a kettest, hogy seggével erre legyen. Egyszer, meg a másikot is a másik oldalra. Így,
így kell, kettő, ilyet fogtok látni, ilyet. Jó? Oké. Okay. Utána kell az oldala neki, a slégoldala, amik ugye két ilyen fajtát fogtok találni. Azt a másik kettőt meg úgy kell csinálni, hogy ezt a kettest, ezt bele kell pattintani a dologba, és ez így fog kinézni. Tehát ilyet fogtok kapni szem, hátulról, szemből pedig ilyet fogtok kapni. Jó? Oké. Na most, nekünk kell utána két olyan, mert középen van két furt szem. Ilyen fajta. Jó. Ezt rá kell pattintanunk a hosszabbikra. A hosszabbikra, ahova föl fog menni, lehetőleg közelebb, így ide. Jó? Ide megint. Tehát azon, hogy ugye innen indulsz, és ahol a legelső, ahol be fog esni a helyére, itt már föl is raktad. Jó, oké, megvan. Amikor megvan ez, utána fog kell nekünk olyan fajta, hogy... Egy, és... Ilyen fajta elem. Ugye ez itt belül egy ilyen. Ilyen ebből kettő kell. Jó, megvan kettő. És két darab sima, két egyszer kettes világos barna, jó? Elnézést. Azt mondja, hogy azt pedig a rövidre kell föltenned. A rövidre kell föltenned, mégpedig... Várjatok már. Azt nem is a hosszú, várja, hol, azt a hosszúra kellett volna föltennem, nem? Vagy hova? Nem. Jó, az a hosszúm van. Na, várjunk. Van egy ilyenem, és az a, itt a röviden van, de annak a hosszún kéne lenni? Vagy a röviden? Igen, van egy ilyen elemünk. Jó, van egy ilyen elemünk, oké, meg van egy másik, ez így jó, oké. Így van az egész, csak összekeveredett, hogy mutattam nektek. Utána pedig úgy kell föltenni, hogy ami van nekünk, ez amit fölpettítottunk rá, ide kell nekünk egy egyes elem, és mellé a kettes. Hát ebben, ami fölraktunk, ugye kettő furt volt rajta, annak a dolgát kell megoldanunk most, ugye annak a hátuljára dolgozunk most, és teszünk megint oda egy egyest, meg ezt a sima kettest. Így. Oké. Okay. Jó. És akkor lesz két ilyen elemünk. Jó. És most kell nekünk két darab... Aha, oké. Okay. Egy. Kettő ilyen elem kell, és kell nekünk kettő ilyen darab, világos barna, jó? Oké, amit azt mondja, hogy hogy is teszünk fel, mindjárt nézem, azt mondja, hogy jó, az itt így van. Az egyik pattintósat, azt ide, a rövidhez teszem föl, ide fölteszem, fölpattintom, és így itt van, a rövid oldalra, igen. A másikat a másik rövid oldalra fogom tenni, így, megvolnánk, és erre a mit föllettünk most utoljára, föl kell tennem úgy a dolgot, hogy összekössem és le is takarjam. Így. Tehát az egyesbe fog belemenni az egyik gumója, a másik pedig a kettesbe, és így fog fönt lenni. És akkor van nekünk két ilyenünk. Jó. Ezek után, miután ez megvan, kell nekünk két darab ilyen elem.
mindjárt mutatom, hogy milyen. Ugyanolyan kampós, csak szürke. Tehát ilyen kettes, csak szürke. És kell nekünk egy antenna tartó is. Jó, az is megvan, az antenna tartó. Azt pedig tudjátok, az így néz ki, az antenna tartó, az egy ilyen, ilyen valami. Na most. Akkor. Jó. Erre az elemre, ami itt van, föl kell pattintani az antenna tartót ide. Ide így. Jó. És akkor a sötét szürkét azt a hosszabb elemhez kell pattintani úgy, hogy felétek legyenek a gumójai. Tehát így. Így. Tehát ahol ezek a valamik vannak, erre álljanak ezek is, jó? És akkor meg vagyunk. És akkor van kettő, ami így néz ki. Jó? Oké. Okay. Jó, meg vagyunk. És akkor azt mondja, hogy van nekünk A meg B. Az egyik, az A megy ide a kocsira, így ide. Aha, és az ide fog menni, értem, tökéletes. Ez ide fog így jönni. Ide. Ide egy, és ide a kettő. Aha. Meg vagyunk, nagyon jó. A másikat megfordítjuk, szintén, és az pedig jön ide így. Ú, de szuper. Ez 10 per 10 ez a megoldás, srácok. Ez így, hogy ez így meg van döntve, ez a páncél, és ez így itt van rajta. Jó, hát nem tudja összehegeszteni, de megvan az, hogy igazából nagyon jó stilizálja. Bitang jó. Tehát egyszerűen fantasztikus. És akkor ugye itt felraktuk az egészet. Ez 10 per 10. Jó, fog kellene nekünk egy ilyen elem. Fog kelleni nekünk egy szimpla egyes, ből kettő. Jörgen, gyere ide, és akkor nem fogsz elesni, jó? Köszönöm. Oké. Okay. Kell nekünk ilyen fajtából egy darab. Kell a két kókuskáló nyílás, a két kitekintő, ami pedig így néz ki. Jó, és ilyen döntött. Oké, okay. Ez bőkel kettő. Kell kettő olyan elemünk, ami mutatom nektek. Így néz ki. Így, és hátul Lukas. Itt ez a rész Lukas. Egy. És kettő. És kell nekünk egy fekete dugó. Mint amire a lámpa szokott rá téve lenni. Igen. Meg is találtam. Hát egy ilyen fekete dugó kell nekünk, vagy inkább így mutatom, és akkor látszódik. Egy ilyen fekete valami, jó? Ilyen. Na. Oké. Na, a következő. Fogjuk a fekete valaminket, erre rátesszük a két szélre, a két darab egyest. Most ráteszem, és utána meg fogom mutatni, hogy kész van, jó? Ahogy kész van. Na. Így fog kinézni szemből, jó? Igen. Amikor ez megvan, középre be kell tenni ezt az ilyen cuccost. Egyébként rakhattuk volna ezt fel, és akkor nem lett volna gond a tájolásával, de mindegy. Igen, mert a kettő elfordul, a két kicsi, vagy nem jól tevődik föl, és nem akar közé menni. Ez egy 10 per 10, hogy ezt rakhatja föl először velünk, de mindegy. Jó. Tehát akkor így fogunk kinézni. Így, jó. Amikor ez megvan, akkor felrakatja a két darab nyílást. Le fog lógni egyre, tehát mindenképpen le fog lógni egyre a két oldalára, egyet-egyet, de az nem gond. Jó, tehát így fog kinézni ez. Így. Utána megfogatja velünk a két kis valamit, hogy az előbb a kezünkbe fogtuk ezt a két érdekes
a kárvit, és az oldalára felrakatja. És már nem is fog, a lelógásban nem is veszélyes, mert megvan, ide felraktuk a két oldalára ezt a valamit, és ettől lett íves, jó. Oké, ezt a valamit megfogjuk, és ide föltesszük legelőre. Ez ide bemegy a helyére, tökéletesen is rápattintjuk. Hát ez. Igen, és a kis fekete valamit pedig ide hátra kell betenni ezt a kis... Ezt most úgysem, hogy nem látjátok, de megmutatom, hogy hova raktam be. Volt az a luk a hátulján, azt oda kell betennünk, jó? Na, szóval előről így néz ki, bitang jól. És ide raktam azt a kis fekete gombot, ide, jó? Oké, megvan. Na, akkor most következik egy újabb nekifutásos hadművelet. Kell egy darab ilyen. Igen, kell nekünk... Igen, egy ilyen. Jó. Ilyen fajtából kell egy, szintén. Akkor... Ebből a fajtából kell kettő. Egy és kettő. Megvan. Kell nekünk egy gépfegyver. Egy MG34-es. Igen. Kell nekünk egy állvány az MG34-eshez. Mégpedig egy alumínium billeg. Egy ilyen. Jó. És kell nekünk egy olyan valami, ami így néz ki. Jó? Oké. Na most. Van nekünk ez a hármas valamink. A közepére betesszük ezt a kampós akármit, jó? Erre... Ja, és kell... Jó, hát most miért, és miért nem vettem ki ezt, jó? Kell még, ráadásul, kettő ilyen, bocsánat, nem szóltam, de most megmutatom. Kell két ilyen háromszög. Ilyen, jó? Ez is kell. Tehát felraktuk ide középre ezt a kampós valamit, így. Utána, amerre a kampó néz, arra rakjuk az üres cuccokat. Nem egyszerű, mert ugye forog az egész mindenség úgy, ahogy kell. Jó, menj vissza a helyedre, takarodj, ez az. Oké, és... Jó. Így néz ki, így, és szemből meg így. Jó, itt a kampó középen. Amikor ez megvan, akkor föltesszük le a kis háromszögeket. Mégpedig úgy, hogy kifelé lejtsenek. Majd mindjárt mutatom, hogy mire gondolok. Tehát, hogy ilyen, egy ilyen páncél, tehát így erre lejtsenek, így. Ilyen páncélemez formájúra. Jó. Utána meg azt kell csinálni, hát ő másodjára mondja, de én először fogom megcsinálni, hogy ezt a tárat, amit mi kaptunk ilyen, ezt a valamit, ezt bele kell tolni ide ebbe a valamibe, mintha ez egy tár lenne. Így. Ugye így fog kinézni egy ilyen táras valami. Ezt a fegyvert ezzel a billentővel össze kell pattintani. Van az elején egy ilyen hely, ahol föl kell tenni. Igen. Úgyhogy hátrafelé legyen neki a valamije, ez a a bővebb része hátrafelé legyen, és amikor az egész kész van, akkor meg kell fognotok, ezt fel kell tenni a középső bütyökre, így, a középső bütyökre, hogy így tudjátok mozgatni, és amikor mindenestől ez kész van, ugye ide raktuk ezt a tengelyt, ezt a valamit, ezt a kis karmos részt pedig rápattintjuk. És onnantól kezdve nézzétek meg, ez a fegyver, ez mindenfelé mozog. Ez tökéletes. Ez 10/10. Jó.
Okés. Na, most fog nekünk kelleni most jönnek a csövek. Jó. Kell nekünk ilyen fajta elemből 8 darab. Egy. Hát azt mondom, hogy ide rakom le. Egy. Kettő, három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Azért ide, mert akkor elgurul. Jó? Már el is gurult. Jó. Oké. Fog kelleni kettő darab szimpla, egyszerű ilyen. Jó? Ilyen. Egy. És kettő. Fog kelleni nekünk... Az nem ehhez kell. Jó. Ilyen fajta elemből, ebből a csavarkulcs, ebből négy kell. Egy, kettő, három, és négy. Igen, van nyolc ebből, kettő ebből, négy ebből. Négy kell olyan fajta, amit most fogok mutatni nektek mindjárt. Ilyen fajta, ebből szintén négy kell. Tő, három és négy, és kell nekünk négy darab ilyen fajta elem, ami így néz ki. Jó? Egy, kettő, három és négy. Nagyon jó. Na most. Először is fogunk egy megfogjuk ezt a szelemet, ami így néz ki. Így, úgysem, hogy lássátok. Így. Ebbe beletolunk ezt a hosszú egyenest. Innen. De kiveszem a kezembe, mert így nem fogom tudni csinálni. Jó. Okés. Tehát így meg vagyunk. Igen. A másik oldalon beletolunk egy olyan csövet, ami ugye, lelessél, ami így néz ki. Innen beletolunk egy ilyet. Oké, benne van. Amikor ez megvan, a másik oldalról rátolunk ugyanilyen, ezt a ilyen fajta csövet. Mindjárt látni fogjátok, hogy elengedem az ujjammal ezt a fajtát. Ilyet egy és kettőt. Figyeljetek, hogy elletörjön, mert akkor azt biztos, hogy elsírjátok magatokat. Aztán jön megint egy ilyen fajta. Így, így, és a végébe jön még megint egy ilyen cső. Ez a ilyen fajta cső. Így. Oké. Amikor ez megvan, akkor fogjátok a két, ezt a csavarkulcs-szerű valamit, és úgy teszitek rá, hogy ne felétek nézzen a csavarkulcs, csak a villája. Mindjárt mondom, hogy hogyan. Nem mondom, hanem mutatom. Tehát így kell felrakni, így. Jó? És utána meg rá kell pattintani a két tartót. Így. Az aljára. Jó? Így fog kinézni. Most a másikat összerakom magamtól, teljesen magamtól összerakom. Ügyes leszek is, magamtól összerakom. Nem beszélek közben, mert igazából nincs értelme, miről beszélgetni. Nagyon. Innentől kezdve sokkal egyszerűbb, hogyha csinálom, mert akkor haladok is. Jó. Oké. Hogy sokkal egyszerűbb, ha nem mutogatok, akkor gyorsabban haladok. Így.
És látjátok? Ez a csalóka, megcsináljuk, vagy hagyjuk abba, egészen biztos, hogy nem hagyjuk abba. Az a csalóka az egészben, hogy úgy tűnt, mintha tök egyszerű lenne az egész, és már végeznénk, mert nem, nem egyszerű. Tehát amikor megvan a két ilyen tök egyforma valamitek, akkor a két tök egyforma valamit úgy kell megcsinálnunk, hogy elő kell vennünk, azt mondja, hogy elő kell vennünk két ilyen ilyet, két ilyen csövet. Csipezz, mert akkor jobban látjátok. Így, ilyet. Jó, ilyen fajtából kell venni elő kettőt. Ide szórom. És elő kell venni két ilyen billenős valamit, ami ugye így néz ki. Figyeljetek el, hogy a fekete a másikhoz, és ezek szürkék. Ezek sötét szürkék. Jó. Akkor, ugye a hosszabb csöves rész, a hosszabban vastag, ott a popsiába beledugjuk neki az egyik ilyen akármit, és a másikat is. Jó, tehát egyelőre így néz ki. És utána azt kell csinálnunk, hogy a legelejénél az hogy? Igen. Ja igen, jó, oké, megvan. Erre a másik csőre rá kell húznunk ezeket a kis elemeket. Egészen közel, na hol a másik? Ja, itt van. Fogom tenni, amennyit tudom. Tehát ez így legyen, ezek a kis pattantó dolgok, ezek így egyenesen álljanak, tehát így. Mert most majd azt kell csinálnunk, hogy rá kell pattintanunk erre a kis valamire a végét. Mint a fegyverállvány, olyat képzeljétek el. Nem egyszerű egyébként rá pattintani, tehát ezt most megmondom, hogy nem egyszerű. De ha a földre lerakjátok, akkor jó. És az asztalra. És úgy kell, hogy ez a szellősebb rész fölfele álljon, és utána meg rá kell pattintani ide, a végére az egésznek, a csőnek. Rá kell dugni. Ami nincs összetolva rendesen. Uh-huh. Így. Ja. És akkor fogtok kapni egy ilyen keretet. Ezt a keretet úgy kell, el kell fogni az autót, ide vesztek magatok elé, és akkor a kettőt, ugye a két elsőt azt ide föl kell pattintani a helyére, de ugye ez nem egyszerű, mert ezt meg kell állítgatni, tehát ez nem lesz egyszerű, ezt most megmondom nektek, hogy ez nem lesz egyszerű. Ezt a szabadon maradt kis gugákra föl kell tegyétek. Szóval közben alakítgatni kell az egészet úgy, hogy jó legyen. Így egyszer. És ezt meg ide kéne tenni. Tehát ez feszülni fog. Jó. Kicsit meg kell kézzel előszakolni, csavargatni, hogy jó legyen. Tehát valahogy berakjátok úgy, hogy a kettő az egyforma szintre középre legyen csinálva. Így. Nagyjából. Jó, most akkor ez így készen van. Ezt felraktuk a helyére. És most még vannak hátra dolgok, föl kell tűznünk az antennát, ugye az ide fog jönni a helyére, az antenna tartóba. Így, és kell nekünk még csinálni
egy üzemanyag tankos cuccot egészen pontosan hátra. Az fog kelleni nekünk egy darab ilyen elem. Kell egy darab ilyen elem. Kell a két üzemanyag tank. És kell egy két egyszer kettes, jó? Na. És ezáltal mindent felszámoltam. Következő. Ezt a, az elemet erre úgy tesszük fel, hogy fölfelé álljanak a kis átfúrt bütykei. Így. Utána az egyik tankot ezt rátesszük ide, majd a másik oldalára rátesszük neki a kétszer egyest, tehát ide raktuk a kétszer egyest, és végül is a következő üzemanyag tankot azt egyszerűen csak rálapoljuk így, hogy az alsó kettő bütykével megfogatjuk, és így fog kinézni az egész, így. És amikor az egész megvan, ugye amit csináltunk, a kis fekete apró kis bütyök, akkor ezt a valamit, ezt úgy kell nekünk csinálni, hogy ezt így ide rá kell pattintanunk. És akkor megvan a hátsó rész is. Na. Megnézem, hogy jól tettem-e fölre, szerintem jó. Nem, befelé kell tenni, nem kifelé, befelé kell tenni. Akkor a belső bütykére kell tenni. Aha, ezt akartam megnézni, ebben nem voltam biztos. Tehát nem kifelé kell tennetek ezt a valamit, hanem befelé. Így. Jó? Így, és akkor ez ide bekerült, így beljebb. Na, tökéletesen elkészült az SDKFZ. Forognak a kerekei. Ugye a löveg az forog minden irányban. Ez is ugye mozgatható, ez a cső itt elől, hogy ezt lehessen mozgatni is. Ugye itt van mellette Jürgen. A Afrika Korps bitag legénye, és ezzel kész is az egész mindenség. Oké, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Tanulságos volt, és igazából nagyon szép járművet kaptunk. Én még egy pár dolgot azért tudom elmondani nektek, hogyha aki siet, az elmegy, aki nem, az meghallgatja. Igazából a Wikipédiából bányáztam, tehát onnan megnézhető, de egyszerű. Alkalmazás ennek a járműnek, a járműt széles körben használták a II. Világháború folyamán, az alapgyalogos szállító típust lövészpáncélosként használták a fellépő egységek a megfigyelő osztagok szállítására. Ezt az alapvariációt általában egy vagy két MG-34-es géppuskával szerelték fel. A későbbi típusok 20 mm-es vagy 37 mm-es esetenként 75 mm-es löveget szállítottak, hogy támogassák a könnyebben felfegyverzett vázatokat. Tehát voltak olyan fajtái is voltak neki. Számos egyedi tervezési vázatot már a világháború korai szakaszában is használtak. A 250x3 és a 250x5 azok a parancsnoki vázatok voltak. Rádió kevesebb üléssel, nagy hatótávolságú rádió felszereléssel, mint azt látjuk itt a nagy rádió benne. A legkésőbb a 250x3-as volt, amit Erwin Rommel használt az észak-afrikai hadjáratban. Ezért afrikai festésű. A korai vázatok hatalmas keretantennájuk volt, ugye ez a keretantenna, itt fönt, ez a keretantenna, az azért kell föltenni. Amit nagy távolság és könnyű volt észrevenni, és ezzel sebezhetővé váltak a tüzérség számára. A későbbi típusok helyett már botantennát használtak. Hát itt bot is van, meg kellett antenna is van rajta szerintem, vagy nem tudom, ez igazából, de szerintem ez antenna. Az SDKFZ 253-as típus teljesen zárt volt, tüzérségi megfigyelők használták, így együtt tudtak haladni a harckocsizó és a motorizált egységekkel. A kezdeti tervezetnek páncélozott teste volt, a páncélhelmezeket több irányban megdöntötték, ami jó védelmet nyújtott a kézi fegyverek ellen, magyarul a géppisztolyok ellen és a pisztolyok ellen. Bár a tervezet előállítása egyszerre volt drága és bonyolult. A második verzió, a Neue Art, vagy új verzió, amely 1943 végén jelent meg, sokkal egyszerűbb volt és felgyorsította a gyártást. Mindkét típusnál a páncélzat csak kézifegyverek és kisebb tüzérségi lövedékek ellen volt hatásos, nehéz géppuska tűz,
páncértörő löveg, valamint akármilyen harckocsi löveg képes volt áttolni az SDKFZ 250 páncéltán, akár nagy távolságból is, hát 14 és feles volt, tehát nem volt lős páncélja. A döntött páncélemez, testpáncélemezek vialakja elnyelt a tankerhajtó rakéták energiáját, ez általános volt valamennyi második világháborús német könnyű páncélt járműre, mint az SDKFZ 222, vagy az SDKFZ 231. Ez tökéletesette egy modern dél-afrikai Kaspir. Oroszul fordítva. A típus egyik leghíresebb kezelője Joachim Peiper volt, ugye, aki az Ardeki offenzívában harcolt, aki már 1943-tól rohamlövek és páncélsok parancsnoka volt, mégis bármikor szívesen visszaült az SDKFZ 250-esbe. Itt vannak, hogy a 250x1-es az gyalogos szállító volt, a 250x2-es az a kábelfektető eszközökkel felszerelve, a 250x3-as, amit megépítettünk, az parancsnoki változat volt, rádióval és külső helyezésű keretantennával. Itt sorolja, hogy melyiknél milyen antenna volt. A 250x4 az légvédelmi volt, két darab MG-34-es géppuskával. A per4-ből volt még megfigyelőjármű a Stukhoz. Az 5-ös az parancsnoki változat volt rádióval, de ott már csak botantennás volt. A 250x6 az lőszerszállító volt a rohamlövegekhez. 256-ból az A típus az 75 méteres löveggel szállított lövedéket, még pedig 70 darabot. A 250x6-osból a B változat, a 75 méteres Stuk 40 L-45 lövegekhez szállított 60 darab lövedéket. A 250x7-es változat az egy 80 méteres aknövetővel volt felszerelve. A 250x7-esből volt még olyan, ami lőszerszállító volt, az 60 darab lövedéket szállított a 88 mm-es aknövetőhöz. Volt 8-as, ami támogató típus volt, 70 méteres KVK-kel, 37-es löveggel, 9-es változata volt, 2 cm-es löveggel volt, felderítő volt, emellett volt egy MG-34-es vagy egy MG-42-es géppuska, ami alacsony tetejű toronyban volt elhelyezve, hasonlóan az SDKFZ 222-höz, volt a per 10-es, az a Schützenpanzerwagen PAK, az felderítő szakaszvezetők által használt típus, egy 37 mm-es PAK 35x36-os löveggel volt felszerelve, a 11-es az szintén páncélító rakétás volt, a 12-es felmérős tüzérségi célvezető volt, a 252-es volt a Sturmgeschütz, magyarul a Stugnak a lőszerszállítója, és a 253-as pedig volt a tüzérségi megfigyelő jármű teljesen zárt páncélzattal. Hát nagyon szépen köszönöm, aki ezt végighallgatt és végignézte velem együtt. Ennyit érdemes tudni erről az SDKFZ 250-esről és a különböző típusairól. Aki ezt nem tudta most végigkövetni, a Wikipédiában rákeres, kivel hol le van írva. Én nagyon szépen köszönöm a megtekintéseket. Ha tetszett a műsor, akkor egy lájkot dobjatok, és a következőkben meg lesz építve majd az SDKFZ 251-es típus is, ami ennek volt a nagyobbik változata. Én ennyi voltam mára, gyertek el legközelebb is, sziasztok!